Péntek van. A háttérben barátságosan duruzsol a mosógép. Éppen talán centrifugázik. Az ügyfelek hívogatnak, mert az egyik legújabb Windows frissítés elintézte a Windowson megosztott hálózat nyomtatókat. Szerencsére nem sok ilyen van. És hívott a futár is. Csomag jött. Na, beszélgetünk. Ja, és itt van a NAS, amire éppen most másolok. Sok nagy fájt, hogy majd tudjunk vele kísérletezni. És előkotortam két darab elosztó hosszabbítót is. Bizonyosoknál fogva, bár aki a címet megnézted, már nagyjából sejteti, mi lehet azok. Szóval, mi is ez a csomag? Hát ez a csomag a virellesboltból jött. És miért jött csomag a virellesboltból? Valahányszor ilyen mikrotik, meg unifi, meg egyéb ilyen hálózatos kacatokat kell vennem. Én a hosszú-hosszú évek óta a virelles boltból szoktam vásárolni. Úgyhogy én abszolút elégedett vagyok velük. És most, hogy így volt már egy-két ilyen teszt így a csatornán, meg ugye vettem magamnak is mikrotik cuccot, és akkor jött, hogy de hát, hogy nézzük meg, hogy milyen az unifi, stb. Úgy láttam, hogy erre lenne néző igény, hogy időnként egy-két terméket bemutassuk. Úgyhogy írtam a virellesboltos srácoknak, vagy föl is hívtam őket tám, hogy lenne kedvük valami fajta együttműködésre. És hát ráborintottak, úgyhogy hát abban maradtunk, hogy ilyen havi egy-két alkalommal, mert nem akarom teli terhelni IT-s tartalmakkal a csatornát, fogunk megnézni valamilyen terméket, és ők azt elküldik nekem, és itt akkor letesztelem, bemutatom, megnézzük. A csomag érkezése előtt én végeztem a Facebookon némi közvéleménykutatást, nem a Facebook oldalon, hanem annál egy kicsikét szűkebb helyen, a Facebook csoportban végeztem némi kutatást, hogy hát mi lenne az, ami érdekelni a népeket, és hát ez annak fényében történt ennek a kiválasztása. Azt azért hozzá kell tegyem, hogy az egy dolog, hogy mi érdekelni a népet, de az is nagyon fontos dolog, hogy mi érdekel engem. Tehát akkor tud egy teszt megvalósulni, ha van némi közös halmaz, azaz érdekli a népet is, meg engem is, mert egy teszt úgy rohadtul nem hiteles, ha én leszarom, engem nem érdekel a termék. Tehát mindenképpen olyan termékkel, ami belőlem is érdeklődést vált ki, és hát most tulajdonképpen ilyen powerline eszközökkel én akkor találkoztam utoljára, amikor ez a technológia elindult. 10-20 évvel, nem tudom, nálam ugye az évek összefolynak, és nagyon régen. És akkor azt kell tudni erről a dolgról, hogy akkoriban ez egy rakásfos volt. Tehát ugye nagyon gyerekcipőben járt a történet, úgyhogy tényleg egy ilyen 1-2 megabittel működő, nagyon zavarérzékeny, nagyon problémás dolog volt, úgyhogy engem akkoriban ez nem csigázott föl. De most jött rá javaslat, már korábban nekem is megfordult a fejem, hogy meg kell nézni, hogy azért most már ez a technika mostanában jól kiforrott, hát mégis hol tart most ez a dolog, hol tart most a tudomány, úgyhogy ezek a cuccok jöttek. Nekem a legnagyobb kihívás ebben remélhetően az lesz, hogy kulturáltan kibontsam a csomagolást, mert ezeket most nem lehet céllyel tépni. Megígértem, hogy vigyázok a csomagolásra, mert ezek majd mennek vissza, és hát én értékcsökkent termékként, majd egyébként ezt ők az akciós cuccok között majd árulni fogják. Úgyhogy a legkomolyabb kihívás tényleg az lesz, hogy egyben maradjon a csomagolás, mert én szeretek mindent széttépni. Na, hát mikkel is fogunk találkozni? Van kettő nagy doboz nálunk. Én az aktuális kínálatukból szemeztem, ja, és egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogyha szeretné javaslatot tenni arra, hogy legközelebb mit nézzünk meg, akkor ez alatt a videó alatt lesz egy komment, külön erre a célra oda teszek egy kommentet, valószínűleg rögzítem is, és az alá a komment alá írd a kívánságlistádat. Az összes többi komment az ezzel a videóval kapcsolatban lehet odaírni, vagy kérlek ezzel a videóval kapcsolatban írjátok oda, és a kívánságot az pedig az alá. Nézzétek meg, mi a virellesboltban a termékpaletta, és akkor azok között van valami, ami tetszik,
amiről szívesen hallanál, látnám, írd alá kommentbe, aztán meglátjuk, ha egyezik mások ízlésével, meg az enyémmel is, akkor lehet, hogy idővel valamikor lesz belőle a videó, nem biztos, hogy következőleg, lehet egy másik alkalommal. Szóval, én igazándiból két irányban indultam el, az egyik, az, mint látható, TP-Link. A TP-Link kínálatából egy ilyen alsó kategóriásabb eszközt nézünk meg, illetve egy csúcskategóriás eszközt, önmagukban is, meg egymáshoz viszonyítva is. És természetesen, mivel én Mikrotik buzi vagyok, ezt mindenki tudja rólam, ezért megnézzünk Mikrotikval is ilyeneket. Tehát Mikrotikből is rengeteg féle fajta van. Van olyan is, ami USB-n keresztül csatlakozik, és még tápot is tud adni az adott Mikrotik eszköznek. Tehát sokféle fajta van. Most viszonylag két egyszerűbb jószágot nézzük meg, ez egy pár, tehát egy egyszerűbb jószágot nézzük meg a Mikrotik kínálatából. De most én legelőször ezeket ki fogom bontogatni, úgyhogy arról most így nem lesz videó, és kipróbáljuk és megnézzük, és hát ezért vannak itt az elosztók, meg fogjuk nézni őket így együtt, hogy működnek, meg fogjuk tesztelni sebességben, hogy működik, és aztán próbálok zavart csinálni az erőben, és megnézzük, hogy egy ilyen zavart hálózaton egymástól messzebb mit produkálnak, be fogom nyitani házi vízművet, 1200 wattos villanymotor, világítani fog minden lámpa, bekapcsolom a számítógépeket, hogy szünetmentes tápok is rászórjanak, tehát egy igazán szennyezett hálózati környezetet fogunk megnézni. Ugye a technológia lényege az az lenne, hogy nem kell vezetékelni, illetve nem kell wifi, hanem a már beépített elektromos vezetéket, elektromos hálózatot, 230 voltos hálózatot használja ez a technológia. Nagyon fontos, hogy ugyanazon a fázison legyen. Amíg egy fázisunk van otthon, addig ez nem probléma. Amíg több fázis van egy háztartásban, akkor figyelni kell rá, hogy ugyanarra a fázisra legyenek kötve az eszközök, hiszen ha nem, akkor gyakorlatilag nincsen közöttük galvanikus kapcsolat, nincsenek összekötve rézzel, tehát egy fázison kell lenni az eszközöknek. És innentől fogva, hogy ott milyen sebességet érünk el, az függ a távolságtól, a vezetékezés és a csatlakozások minőségétől, és hogy milyen zavar van a hálózaton, na meg természetesen magától az eszköztől, amit használni fogunk, úgyhogy hát ezeket fogjuk most megnézni. Itt ülök a halom közepén, kezdjük a legkisebb, legegyszerűbb jószággal, ugye ez a 600-as. A 600-as az onnan származik a név, hogy azt állítják, hogy 600 megabit per szekundum a hardware átteresztő képessége a 230 voltos hálózaton, tehát a Razen. Ennyit biztos nem lehet belőle kihozni, ugyanis 100 megabites ethernetek vannak a végén. Tehát a legjobb esetben is 100 megabites ethernetet kapunk. Annak a sebességén tudunk bármivel is gazdálkodni. Az ethernet csatlakozó mellett találunk rajta egy párosító gombot. Ennek a párosító gombnak a megnyomásával, tényleg belenéztem, az első oldalt néztem meg, azt írta, hogy dug be, azt használ. A második oldalon meg a párosító gombot írják, azzal lehet bekapcsolni a titkosítást, ugyanis tud egy AS128-as titkosítás, de elméletileg, ha én ezeket bedugom, akkor mindenféle hókusz-fókusz nélkül mennie kell. A setupról van itt egy gigabites Mikrotik router, amihez csatlakozik ez a NAS. Itt jön belőle egy madzag, amiben be tudunk dugni majd a Powerline adaptert, és a másik madzagra csatlakozik az én harmadik generációs i5-ösöm, gigabites porttal, fogja bírni, tehát 100-at biztos, hogy kipüföl. Az előbb kipróbáltam, ha direktbe összedugom, akkor a NAS és a laptop között 105 és 110 megabyte per szekundum közötti sebességet tudunk mérni másoláskor. Nagy kérdés az az, hogy most elektromos hálózaton működik-e, simán összedugva, és ha igen, mit fogunk mérni. Bedugom akkor rögtön az ethernetet, és bedugom a jószágot, ugye két hosszabbító van egymásba dugva, nincs a történet túlcifrázva, összedugjuk őket, és bedugom ide a laptopot. És megnézzük, hogy mi fog történni, addig őket innen el is teszem, hogy ne zavarjon senkit. Kaptunk IP címet, tehát az első jó hír, hogy kaptunk valamelyes IP-t, tehát már föl is érett, és ezek a lámpácskák jelzik, minden lámpa világít, hogy működik, tehát rohadt gyorsan összeállt, ez tény. Fogyasztásban azt okoztam, hogy kb. 2,5 watt körül fogyaszt darabja, tehát a kettő együtt 5 watt. Szerintem ez
nem elviselhető fogyasztás. Nézzük, hogy másolásban mit kapunk. A NAS-om van egy olyan könyvtár, hogy új mappa, ebbe ISO fájlokat dobáltam bele, ilyen több gigás fájlokat. Ennek a mérete, ez nagyságrendileg 40 valahány giga, 43 giga, 48 gigányi szabad hely van a laptopon, tehát oda ez el fog férni, 47,9, így van. Ide elkezdem beilleszteni, bemásolni, és nézzük, milyen sebességet kapunk. Hát ez 5 megabyte per szekundum, 8-al felszorozó, ez kb. 40 megabit. Hát mivel a két hosszabbító egymásra van dugva, tehát nincsenek jelentős távolságban egymástól, kérdés, mennyi zavar van itt a hálózaton, meg mondjuk milyen minőségű ez a vezeték a két hosszabbító között. Próbáljuk még ki esetleg annyit, hogy hey Google, all lights off. Süket. Hey Google, all lights off. Alright, turning off 9 things. Mintha talán egy picikét nőtt volna. Nem meggyőző. Hey Google, all lights on. Okay. Turning 8 lights on. Unable to process commands for spot. Mielőtt valaki hitetlen gyaúr lenne, bedugom direktbe a routerbe, és nézzétek meg, hogy így mit másol. Jó, tehát, hogy ez ne legyen probléma. Ugye IP címet az DHCP-n keresztül kapnak, tehát, hogy az nem probléma. Igen, tehát bőven 100 mega fölött tudunk teljesíteni, hogyha direktbe másolunk. Ha ezt viszont kihúzom, akkor ez bizony 5. Ez egy picit csalódás, azt kell, hogy mondjam. Többre számítottam. Na, de ugye hát most kérdés, hogy mennyire szereti a mi elektromos hálózatunkat. Lehet, hogy meg kéne nézni máshol is, hiszen itt ugye 400 méterre jön ide a villányvezeték. Nem tudom, hogy mennyi szór rá esetleg. Ugye gyakorlatilag 400 méter ilyen teljesen gagyi vezetéken jön a delej onnan föntről. Oké, hogy a kettő között nincs nagy távolság, de elképzelhető, hogy rászór valami olyat, amit nem szeretnénk. Úgyhogy lehetséges, ezt meg kell vizsgálni majd más környezetben is. Jó, ezt megállítjuk, tehát ez ennyi, ez 5 megabyte per szek. Ebből több nem jön ki, az 7 centség. Oké, ugorjunk egy szintet. Nézzük meg a nagyobbat. Hát a nagyobb, az már egy jóval komolyabb jószág. Már méretéből is adódik. Az egyik felén van egy darab Ethernet csatlakozó, ugye ezt kell a router irányába dugni, a másik felén rögtön van 3 darab Ethernet csatlakozó, tehát több eszközt is rá tudunk dugni, gigabitesek a csatlakozók, és egyébként tud Wi-Fi-t is. Itt is van egy párosító gomb, és külön van egy Wi-Fi kibekapcsoló gomb rajta, úgyhogy azért látszik, tehát a méretek, hogy miről beszélünk. Ennyi. Na nézzük meg, hogy ővel mit fogunk kapni. Dugjuk be ezt a böszme jószágot, adjunk neki egy bejövő Ethernetet. A másik madzagot felhúzzuk onnan, ahonnan leesett. Nézzük meg, hogy mennyi dalat fognak összeállni. Elkezdtek lámpák világítani rajta. Gyakorlatilag már működik. Most minden egy lámpa világít, amifajta önteszt, csinál valamit, majd újból működik. Oké, ennyi, és ez ebben összeállt. Nézzük akkor meg, hogy így mit fogunk mérni. Hú!
Hoppá! 28 megabájt per szekundum. Hát 28, fölkerekítjük, 29, kerekítsük föl 30-ra, 3x3, 90, mit számolok? 30-ra, 3x8, 24, 240 megabit, nál egy picikét kevesebb, amit ő tud. Az nem hangzik azért annyira rossznak, az előzőhöz képest mindenképpen hiperűrugrás, tehát én azt gondolom, hogy a picihez képest egész más sebességeket mérünk. Úgyhogy már csak egy van hátra, hogy megnézzük, ilyen bedugdés vajon működik-e módszerrel a mikrotiket. Ebben nem vagyok biztos, hogy a mikrotik is így fog működni. A mikrotiken van egy reset gomb, egy mód gomb, és egy sync gomb. Nem néztünk utána, nem foglalkoztunk vele, egyszerű átlag felhasználóként bedugjuk, azt várjuk, hogy működjön. Kitépjük őket is. És dugjuk be, és nézzük meg, hogy mi történik. Vagy történik-e bármi is. Ha nem, akkor kénytelenek leszünk utána olvasni, mit kell ezzel csinálni. Lámpák világítanak rajta, azt látom. Jelenleg most a mód az mind a három lápácska világít, most az abban maradt. Ezen világít az Ethernet lámpa. Mindenféle veszett villogást látunk. Nem tudom, mit csinál. Megnyomtam a sync gombot, és összetalálkoztak. De ha csak magába bedugtam, akkor nem csináltak semmit. A sync gomb hatására összetalálkoztak. Na nézzük, hogy milyen sebességet mérünk. Ez inkább ez az 5 megához lesz közelebb, mint amit a picikével mértünk. Igen, 4,9, 4,75, 4,50, 5. 5 mega, igen, tehát ez 5 mega byte per szekundum körüli sebességet mérünk ezzel is. Hát inkább egy picivel alatta, ez ugye váltakozó. Ugye a mikrotikrál van wifi is benne, tehát ott nem csak vezetékesen tudunk kapcsolódni, hanem wifi-n is, de ezeket majd meg fogjuk nézni külön-külön. Most csak arra voltunk kíváncsiak, hogyha úgy egyébként így berúgjuk őket, és azt szeretnénk, hogy csináljon valamit, anélkül, hogy bármit tekergetünk, akkor mi történik. És hát mire lehet számítani működés szempontjából. Elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen mind a három eszköz nagyon egyszerűen beüzemelhető, és ezek után jöjjenek a részletek. Már beírtam egy Google keresést ezzel az AV600-at, és a legelső anyag, ami szembe jött velem, az azt tanácsolta, hogy ne hosszabbítóba bedugva teszteljük, jobb eredményt kaphatunk, hogyha fali ajzatban van bedugva, úgyhogy most itt csücsül mellettem az egyik fele, a másik fele is egy fali ajzatban van bedugva, és megnézzük, hogy így mire képes a történet. A ping már megy, egyébként azt vettem észre, hogy nagyon érdekes, mert időnként nagyon hosszúak a pingek, sőt, néha elő is fordul, hogy a ping az így eltűnik, néha pedig egész tűrhető ping időket kapunk. Nem tudom, hogy ez minek köszönhető, majd megnézzük, hogy a nagyobb darab is így viselkedik-e. Most is kaptunk egy timed out-ot. Na, nézzünk egy máshol beillesztett szokás szerint, hogy tényleg változik a sebesség attól, hogy nem hosszabbítót használunk. Hát változott, de lefelé. Most már nem érjük el az ötöt sem. Ez inkább már csak 4 megabyte per szekundum. Tehát játszani biztos, hogy nem ezen az alapterem fogunk. Legalábbis itt állunk a mi elektromos hálózatunkkal. Tényleg ki fogom próbálni máshol is, mert ez érdekes. Most beszuszakoltam magam elé a nagyot, a ping idők itt is változóak, de azt akartam, hogy nincsen ilyen, de van. Tehát most is itt nem jött válasz. Nyomjunk egy másolást, nézzük meg, hogy
itt mit kapunk eredményben? Hát ez most is jóval gyorsabb, mint az előző, de messze nem annyival gyorsabb. Tehát ez 8,7 mondjuk. Jó indulattal felkerekítve 9, na már 9 fölött, 9 körül járunk. Ja. 72. 72 megabit per szekundum, mondjuk azt. Összeszedte magát a mikrotik, teljesen hasonló jelenség. Változó pingidők, és néha-néha egy-egy megszakarás. Úgyhogy lehetséges, hogy van valami olyasmi tényleg a hálózaton. Simán lehet, hogy ez a 400 méter földkábel, amin keresztül jön a net ide, az zavarja meg a dolgot, és hát ez is nagyjából ilyen 4 megabyte per szekundum. Igen, hát majdnem, hát 4,5, 4x8, 32, ilyen 320, 350 megabit per szekundum. Hát van itt még egy kérdés, amit esetleg érdemes lenne megválaszolni, ez pedig az, hogyha eltérő eszközöket dugdosunk össze, mi történik. Fogom a nagyobbik egyik darabját, és megpróbálom a kisebbik másik darabjával átcsatlakozni. Hát ugye a legjobb esetben is az fog történni, hogy a kisebbik sebességével fog működni a dolog, tehát annál többre semmiképpen ne számítsunk, mint hogy összeáll a link, és a kisebbik eszköz sebességével fog működni a kapcsolat. Nézzük meg, eddig 2 darab lámpácska világít rajta. Igen. Tehát működik, miután összepárosítottam őket, működik, tehát van link, 2 tök különböző eszköz kommunikál egymással, és ez ugye annak is köszönhető, hogy rajta is van a dobozukon, hogy ugye ez HomePlug AV és HomePlug AV 2 kompatibilis, tehát ha az eszközök gyakorlatilag ugyanazt a szabványt kommunikálják, akkor azért jó eséllyel összeállnak, hát itt is összeálltak. A jelenség a szokásos, tehát van ping, időnként megszakad, tehát ebben nincs eltérés, és hát sebességre, a lassabb eszköz sebességére számítunk, de nem ez történt, nem ez történt! A helyzet az, hogy jobb eredményt kapunk, mint a lassabb eszközé, de rosszabbat, mint a gyorsabb eszközé. Ez egy 10 megabyte per szek sebességű link, ami azt jelenti, hogy az felszorozza 8-al, az egy 80 megabit. Tehát gyakorlatilag még férne ebbe a százasba, ugye, mert nagyjából ilyen 12-12,5 megabyte körül tudnánk letölteni a százason, de itt 11-2 fölé, 11 körül is vagyunk, tehát 88 megabitet produkálunk így, tehát rosszabb, mint amikor a saját párja volt mellé dugva. De a helyzet az, hogy jobb, mint amikor önmagával, tehát ennek volt az ellendarabja, viszont még ugye mindig ennek a 100 megabites interfésznek a maximumán vagyunk, tehát igazándiból a limitáció az itt adott. Tehát ez itt sosem fog 23-mal menni, mint amikor ugye ez volt bedugva, hiszen ebből az interfészből egyszerűen nem jön ki annyi, ahhoz ugye vissza kell dugni a saját párját. Oké. Így bedugással a nagy TP-linkkel nem áll össze a mikrotik. Nézzük meg a kicsivel, mi történik, hogyha ezt kicseréljük, és inkább megnézzük, hogy mit produkál a kicsivel, azzal hajlandó-e összeállni, csak akkor azt kéne feldugni, nem a mikrotiket. Igen, a kicsivel összeállt. Tehát a helyzet az, hogy a nagyjal nem tudom miért nem állt össze, de a kicsivel összeállt, úgyhogy nem kell azonos gyártó, elég ugye ugyanazt a szabványt beszéli. Nézzük, mit kapunk sebességbe, ugye ez most kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz. Ugye ennek valami 5 mega volt a vége, meg ennek is nagyságrendileg 5 mega, úgyhogy ennél csak rosszabb eredményt várunk. Hát, igen. Igen, igen, 4,7, 5 mega. Tehát azt kapjuk, mint hogyha bármelyik külön-külön működne kb.
Úgyhogy ezzel ez működik. Tehát a nagyja nem állt össze, de a kicsiket TP-linkkel összeáll. Tehát azt mondhatjuk, hogy egymással kompatibilisek, tehát nem fontos egyforma gyártótól venni az eszközöket, legalábbis az alapmodellek esetén, de ezzel fogok tenni még egy próbát ezek után. Most már kíváncsi vagyok, még egy párosítást rányomok, hát ha lesz belőle valami, mert ez így tök jól működik. Kigyulladtak a lámpák, oké, ezzel is megy, össze kell őket párosítani. Tehát párosítás nélkül nem megy, viszont párosítással működik, tehát tulajdonképpen bármelyik TP-Link eszköz használható a mikrotikkel. Nézzünk egy sebességet. És megint csak ugyanazt kaptuk, hogy többet kaptunk, mint amit a mikrotik tud, hiszen eddig ilyen 5 körül volt, és most megint ezt a 9-10 körült kapjuk. Tehát ugye a tulajdoni jobb minőségű eszköz, az javítja a vételi oldalon lévőt is. Úgyhogy hát akár így is lehet spórolni, hogy az ember vesz az egyik oldalra egy jobbat, és akkor a másik az azért mégiscsak jobb, mint a saját párjával beszélgetne. Hát ez 10 megabyte per szek körül van ez is. Tehát 80 megabitet azt azért tud, 9-10 körül. Tehát ezt megállapíthatjuk, hogy valóban. Tehát ezek egymással tudnak együtt működni és kompatibilisek. Természetesen ez se fog gigabitet hozni, hiszen ennek sincs gigabites csatlakozója, de egyébként jól működik. Itt ugye ők a szűk keresztmetszetek, de még mindig jobb eredményt kapunk, mint amikor a saját párjával használtuk. Így, hogy ez persze egy jóval drágább eszköz is, amiről beszélünk. Jó, tehát itt mindenki tud beszélni mindennel, ezt már kinyomoztuk, úgyhogy most egy picikét jobb lesz mélyebbre ásni ezekbe az eszközökbe. Ha vezetékes oldalról próbáljuk megnyitni a tplinkplc.net-et, akkor nagyjából egy ilyen oldalba futunk. Viszont ugye dob wifi-t is, úgyhogy mindjárt megnézzük, alapból milyen wifi-t dobott nekünk. Dobott nekünk egy TP-Link 30B5-öt, ami 2.4-es, meg egy 5 GHz-es változatot is. Viszont ennek a jelszavát azt meg kell nézni a leírásban, mert fogalmam sincs. Nézzük, sikerült-e jól bepötyögnem a jelszót. Csatlakoztatva, sikerült. Oké. Na, frissítsük meg az oldalt, reméljük, hogy most már valami más is fog történni. Pa-pa-pa-pa-pám! Egy új jelszót kéne megadjunk, mivel ezt még más is fog rajtunk kívül használni, ezért próbáljuk meg ugyanazt megadni. Nem hagyja ugyanazt a jelszót megadni, ami rajta volt, úgyhogy akkor most egy ideglenesen megadok egy jelszót, és megpróbálom majd visszaváltoztatni arra. Pa-pa-pa-pa-pám! És bent vagyok. Bent vagyok, na! Nézzük, miket lehet itt tekergetni. Látom, mekkora sebességen álltak össze az eszközeink, ugye itt még több is lehetne akár. Státusz fölön, milyen sebességen vannak összeállva. Látom a wifi klienseket. Látom, hogy éppen ugye 2.4-en vagyok csatlakozva. Wifi beállítások. Na nézzük, miket lehet itt. Itt lehet új SSID-t, illetve password-ot adni. Be lehet állítani a titkosítást. Be lehet állítani, hogy 2.4-en ugye BGN, vagy GN, vagy N-only legyen, illetve milyen széles legyen a csatorna szélesség, és melyik csatornán legyünk. Tehát itt ezt lehet beállítani. És itt van fönt az 5 GHz, ahol pedig be lehet állítani 80 MHz-es csatorna szélességet is. Akár A, N, A, C, amik választhatóak. Klasszikus, szokásos titkosítások, ugye VPA, VPA 2, és az öreg webpet még mindig nem felejtette el senki, ugyanaz a jelszó itt is. Oké. Nézzük, miket látunk még. Ugye ki be lehet kapcsolni a rádiókat, hogy 2.4-es vagy 5 GHz-es Wi-Fi legyen, éj-e vagy ne legyen. Ó, nagyon jó, be lehet kapcsolni, hogy mondjuk éjszakára ne legyen wifi,
és akkor nem sugározza agyon az agyunkat, itt föl is tudjuk venni, hogy mikor legyen kikapcsolva a wifi, és mikor legyen bekapcsolva. Hát ez egy hasznos funkció, mert él, amikor alszunk, semmi szükség rá, hogy menjen a wifi. Ez nálunk is így van, a kinti wifi az ilyen este 10-kor kikapcsol, akkor már biztos nem vagyunk kint, a benti wifin éjfél után kapcsol ki, tehát ezt ugye mikrotiken is meg lehetett csinálni, de ez tök hasznos dolog, hogy itt is van. Oké, van benne wifi klón, a jó öreg megfilter. Így van, na ez a fordított megfilternek egy kicsit mindig több értelme van, hogy megadom, hogy mik csatlakozhatnak föl, és azon kívül mindenkit eldob. De igen. Wifi move akármit is jelentsen. Kliensek. Igen, itt lehet látni a Wifi klienseinket. Oké. Nézzük, mit lehet itt még állítani. Device settings. LAN settings. Igen, megadhatok statikus IP-t, dinamikus IP-t. Van benne egy ilyen szülői felügyelet. Mi történik, ha ezt bekapcsolom? Akkor hozzáadok. Ja, és akkor egyes, már látom, tehát egyes MAC address-t, ha felveszek, akkor azt tudok hozzáférési időt csinálni. Az adott MAC address fel, és így az adott géphez tudok hozzáférési időt csinálni, hogy mikor tudja használni azt az a jószág, aminek az a MAC address-e, a hozzáférést, a hálózati hozzáférést. Ez egy hasznos funkció. Én azt gondolom, hogy nem árt korlátozni a gyerekeket, amíg még kicsik a net használatban. Egész kicsiként nem is kéne nekik netezni talán, később pedig módjával és mértékkel, de ezen majd lehet vitatkozni, meg úgyis jön, aki itt ki fog osztani, hogy az én anyám. Oké. Beállíthatjuk, hogy a kliensek látják egymást, vagy sem. Ugye ez egy wifi hálózaton létező dolog. Érdemes ezt tiltani, hogy ne láthassák egymást. Illetve be tudunk kapcsolni egy guest networket, ahol vendégek elérhetik a wifi hálózat, és ahogy nézem, ez ugye 2, 4 és 5 gigára is használható. Oké. Milyen system toolok vannak itt? Be lehet állítani az időt, ahogy látod, de meg lehet adni timeservert, ami nagyon jó, mert most ez az idő, ez itt nem jó szerintem, ami megvan adva. 13.41. Viszont valószínűleg csak IP címmel fog működni, time.kfki.hu. Nézzük, megeszi-e. Nem, tehát IP címet kell neki megadni mindenképpen, jó? Az időzóna az pedig... Itt az időzóna nem lesz jó igazándiból. Így más tímmel az idő 15. Igen, időzónát hátrányítjuk, akkor más tímmel az idő 15.42. Oké. Firmware upgrade. Lehet történni firmware-t, ha van hozzá ugye backup and restore, el lehet menteni a beállításokat, illetve van egy factory reset, egy gyári visszaállítás. És ugye új adminisztrátor jelszót adhatok meg, tehát nagyjából ezeket tudja, illetve itt ez a bizonyos One Mesh nevezetű funkció. Jó, de szép animáció van, azt a 700-et. Ugye itt vannak azok az eszközök, amik támogatottak ebben a OneMesh device-os dologban. Ezeket a routereket kell hozzá, úgy látom, használni, hogyha szeretnénk, hogy ez támogatott legyen, ezek közül kell válogatni. Oké,
Rendben, hát akkor ezt itt nem tudjuk megnézni. No, hát nagyjából ezzel ennyit lehet csinálni, ahogy nézem. Ó, és ki lehet kapcsolni a ledeket, hogy ne zavarjon. Ez egy nagyon kedves figyelmesség, mondjuk egy hálószobában, hogy ne villogjon. És akkor nézzük meg, ha kikapcsolom, tényleg kikapcsoltak. Tehát itt nézzétek meg, ti úgyse fogjátok látni a kamerába, itt talán kevésbé csillog. Ki van kapcsolva, és bekapcsolom a ledeket. Mondom, bekapcsolom. Ja, bocsánat, rosszat nyomkodok. Szóval bekapcsolom a ledeket. És már világít minden. Közelebb teszem hozzátok, itt látni fogjátok. Be vannak kapcsolva a ledek. És ki vannak kapcsolva a ledek. Tehát ez mondjuk egy hasznos funkció, hogy nem zavar a hálószobára, visszakapcsolom őket. Ez tök jó, ez tök jó. Oké, végül, de nem utolsó sorban, ugye kis kedvenceim a Mikrotik jószágokkal ismerkedünk. Ő bennük is ugyanúgy, mint a nagy TP-Linkben van Wi-Fi, de csak 2.4-es. Tehát ugye a kis TP-Linkben nincs Wi-Fi, a nagy TP-Linkben van 2.4-es és 5 gigás, ebben pedig van 2.4-es. És hát, ha ide pillantunk, a user manuálba, akkor itt egy pár infót azért lehet látni, amit így itt a gombok kapcsán néztünk. Tehát hogy itt a reset gomb is szokás szerint több funkciós, mint Mikrotiketnél, és a szinkron gomb is. Gyakorlatilag itt, ha 5-8 másodpercig nyomva tartjuk, akkor generál egy új security kulcsot, ha pedig 10-15-ig, akkor az összes beállítását szinkronizálja. És ez a fél másodperc, három másodpercig kezdi el a kommunikációt a többi eszközzel. És a mód gombot pedig ugye be tudjuk állítani a Winboxba, hogy mit csináljon. Na! Hát ha elindítjuk a Winboxot, akkor azt látjuk, hogy itt kettő darab ilyen ismeretlen eszköz van jelen pillanatban. Ez a kettő a mi két készülékünk. Az alapértelmezett felhasználóban az admin és a jelszó az üres. Szokás szerint. És hát nézzük, mit látunk egy ilyenben, mert én még ilyet sose láttam belül. Azt mondjuk, hogy oké, okay, mi van beállítva, egy AP bridge van beállítva, VPN nélkül, oké, okay. Jó, nézzük, miket látunk itt. Wi-Fi, oké, okay. 20-40-es csatorna szélesség, BGN, ugye a szokásos, Security Profile, semmi nincs ugye beállítva alapból. Tehát akkor ezek szerint ehhez mindenféle jelszós ilyenek nélkül hozzá kell tudjunk férni. Mi ennek az SSID-je? Azt mondja, Mikrotik DA7175. Oké. Okay. Interfészek. Csak hogy derítsük már ki, hogy melyik interfészen vagyunk. Powerline. Lehet látni itt a Powerline interfészen milyen forgalom van jelen pillanatban. Na, és a System Router Board-nál találjuk meg a gombócoknak a hatását, hogy mi lehet beállítani. Bekapcsoljuk, akkor adhatunk neki eventet, hogy mi történik. Tehát valóban ezt itt tudjuk tákolgatni. Oksa. Hát egyébként meg egy klasszikus Winbox router OS-sel. Tehát gondolom tűzfal szabályokat ugyanúgy föl tudunk rá tenni. Tehát, hogy ez itt tök jó. Mindjárt megnézzük, hogy kikapcsoljuk a Wi-Fi interfészt. Nézzük csak meg most melyiket csesztetem. Kapcsoljuk ki. Dizéből. Valamelyiken ezen
erre voltam most belépve. Mert kikapcsoltam a Wi-Fi interfészt, és itt tűnt el a jelzés. Akkor nekünk nem erre kell belépni a 27-esre, hogyha azt szeretnénk, hogy tényleg keresztül jöjjön itt az áramon a történet, hanem a 30-as a miénk. Bár a 27-esen meg van értelme kikapcsolni, hiszen akkor arra biztos, hogy nem fogok föllépni. Tehát a 27-esen, ha most kikapcsolom a Wi-Fi-t, így van, akkor most már garantáltan ennek a Wi-Fi-ére fogok föllépni, úgyhogy ki is húzom a madzagot, és hát akkor ez mindenféle jelszó és egyéb biztonság nélkül most alapból föl fog tudni lépni. Akkor a másikra. Az mostanra el is tűnt. Itt a miénk, ez a miénk. Csatlakoztat, a fönt is vagyunk. Tehát ha most visszacsattogunk egy reconnect-tel, akkor látni is fogjuk magunkat a másikra, ha becsattogunk, nem erre. És most, hogy felcsattogtunk a Connect. Így van, ez a másik eszköz. Hagyjuk meg most a konfigurációt, nem bántjuk. És most már, ha megnézzük, itt a Registration fülön, itt vagyunk mi is, tehát föl vagyunk csatlakozva jelen pillanatban erre a jószágra. Jó, hát itt ugye szokásos tekergetés, tehát aki ugye ennek biztonságot akar adni, és ilyenek, annak ugye értenie kell a MikroTikhez, tehát akkor itt fogni kell security profile-t, létre kell hozni, be kell állítani, tehát a szokásos, tehát ez ugye más ezeknek az eszközöknek a célközönsége, mint a TP-linké, ez igényelni hozzáértést, hiszen ez most így egy alapbeállítással, hát hogy is mondjam, problémás a biztonsága. Ugye itt valószínűleg egy bridge-ben van az összes eszköz, így van, be van dugva az Etherport, a VAN-port és a Powerline interfész egy darab bridge-ben van jelen pillanatban bedobálva, tehát ez valóban egy ilyen switch-ként működik. Oké, hát ez az alapkonfig, és akkor innentől fogva mindenki azt tekerget, amit akar rajta. Hát nézhetünk egy sebességet, de ugye itt megint limitálni fog minket a 220, de most ugye Wi-Fi-n keresztül indítok egy másolást, és hát igen, tehát gyakorlatilag kapjuk ezt a 4 megabyte per szekundumot durván fölkerekítve. Tehát 4x2, vagy 4x8 az 32, tehát ilyen 32 megabit, mit számolok? Igen, hát 4, 4x8, igen, 4, hát fölkerekítve, 4x8, 32 megabittel jön körülbelül jó indulattal jelen pillanatban, így Wi-Fi-n keresztül a cucc. Ugye hát ez 2.4-es ráadásul, tehát ez ugye nem tudod igen. És ha megnézzük most ilyenkor, akkor látjuk is itt a Powerline adaton. Tökéletes! Na, itt látszik is, hogy minek számolozzak, bakker, hát MikroTik, minek számolozzak, mindent kiír. Itt van 31 megabit, a jobb napjai vannak, 31,32, tessék. Jó, tehát kb. Ennyivel csordogálunk itt a Powerline interfészen, és hát ugye a Wi-Fi irányában is hasonlóan kell lennie. Itt van, 31,5, ennyi. Hát ugye ez sokkal több beállítás tud, úgyhogy én mindenképp ezt használnám. Most már csak az a kérdés, hogy ezt az egész kódszeráit föl fogom markolni, és elviszem egy másik helyre, akkor ott milyen sebességértékeket mérek, mert ez az egyetlen egy, amivel elégedetlen vagyok, ahogy az a sebesség, amit a 220-on ezek produkálnak.
az harmatos gyenge, de mondom, itt be tudom annak, hogy itt van egy 400 méter, hát a föld felszíne alatt pár centivel vezetett nem szabványos földkábel, és nagyon nem szabványos megoldás. Van is nálunk egy elég jelentős feszültséges, és hogyha bekapcsoljuk a fogyasztókat, tehát azért itt az elektromos hálózat messze nem ideális. De még itt is működik. Kérdésre elviszik egy rendes helyre, mit fogunk látni. Na, sziasztok! Hát szereztem egy másik elektromos hálózatot. Nem mondom, hogy itt is tökéletes a helyzet. A ház az új építésű, viszont a bejövő villanyvezeték az szintén egy ilyen házilagos földkábel. Nem tudok jobbat szerezni, sorry. Igazából, amikor a Power Line eszközökben gondolkodtam, hogy leteszteljük, akkor ebben nem gondoltam bele. Nézzük, látunk eltérést. A szerver az itt a 10.002.53-as IP-n van, ugyanazt a NAS-t hoztam, elhoztam magammal egy routert, tehát, és összedúdostam, tehát a konfig ugyanaz, QNAP NAS, egy Mikrotik routerem, most egy 2011-esen keresztül a gigabites portokon át, ott be van dugva egy fali csatlakozóba, itt pedig itt látható a legkisebbik TP-link, és hát nézzük, hogy számít-e a legkisebb. Másolás. És nézzük, hogy mit látunk. Ugye ott a maximum az ilyen 5 megabyte per szek, tehát ilyen 40 megabit körül jártunk. Nézzük meg, hogy így mit fogunk látni ezzel ellentétben. Hát, 6 megabyte per szekundum, tehát észrevető, hogy azért befolyásolja jócskán az elektromos hálózat, hiszen ez gyakorlatilag 6 megabyte per szekundum, most 6x8, 48 megabit, tehát azért az már nem olyan rossz. Most csak egy kíváncsiságképpen nézzük, hogy a pingek itt milyenek. Ping, mennyi ez? Mennyi olyan a router? Ez az 1-es. Itt is az 1-es. Hát igen, a ping idők sokkal alacsonyabbak, úgyhogy közel másolunk is. Tehát, és úgy láttam, hogy nincs kiszakadás. 6 megap, igen. Ezt megállítom. És fényévekkel jobb pingidőket kapunk. 4 millisekundum, 5 millisekundum, 13, de hát ez is marha jó ahhoz képest, hogy mértünk ilyen 130-akat, meg ugye időnként leak volt a pingelésbe, úgyhogy hát ennyit számít az elektromos hálózat. Na most ez a legkisebb. Most akkor megnézzük a mikrotiket, ami szintén picike, és utána jöjjön a nagy TP-link. Meglátjuk, hogy ott mit mérünk. Na, most már mikrotikezünk. Mondhatni, hogy a kis mikrotik, mert ugye, hát ebből is van nagyobb jóval. Tehát van olyan mikrotik eszköz, mint gigabites port van. De mi most csak a kicsit kértük el tesztelésre. Azt látjuk, hogy a ping idők hasonlóan jobbak, mint voltak nálunk, és nincs kihagyás, tehát ez mindenképpen bíztató. Na, hát akkor nézzük meg, hogy mi történik, ha itt elkezdünk másolni. Öt, húsz, öt, negyven, öt, ötven, öt, hetven. Hát szűken, de mondhatjuk azt, hogy picit szűkebb, mint a TP-Link volt, de megvan itt is ilyen 5,5. Tehát azt mondhatjuk, hogy 5,5 az megvan, hogyha a 6 úgy nincs is meg, de az 5,5 az megvan. Tehát egy picit gyorsabb, mint nálunk volt, és hát mindenképpen szakadásmentesebb. Tehát ez is 40 megabit fölött teljesít. 5,8, 5, igen. Ilyen 40-44 megabitet azt azért tud. Ezek tulajdonképpen netezésre, meg valami alacsonyabb sávszélességét igénylő feladatra jók. Most komoly fájlokat nem állít neki másolni, tehát most itt látjuk, hogy ilyen 40 gigabájtnyi fájt azt azért 2 óra alatt akar átmásolni, ez nem erre való. De ahol nincs akkor a sávszélesség igény, ott 5,5 mondhatjuk, oda azért ez megfelel. És most jön a legnagyobb, amit szerintem már azért lehet használni arra is, hogy akkor nagyobb acska fájlokat mozgassunk a hálózatban, mert ha annak is nőni fog a sebessége, akkor az egész jó lesz. De ott természetesen mélyebben kell a zsebbe nyúlni. Most már a legnagyobb van bedugva,
össze is álltak, azóta egy csíncszaporás. A válaszidők azok gyakorlatilag 2 millisekundum és 14 millisekundum között mozognak, de az a 14 az kimagaslóan sok volt. Általában ilyen 2-4 millisekundum közötti válaszidők azok, amik gyakoriak. Most inkább a kettes az, ami 2-3, ami stabilan van jelen. Tehát nagyon jó válaszideink vannak. Na, nézzünk egy másolást. Vajon milyen sebességet fogunk itt kapni? Kíváncsi vagyok. 19, 20, 21. Ennél még otthon mértem egy kicsit jobbat is. Félt és ne essék, 20 meg azért nem olyan rossz érték, mert ugye az gyakorlatilag... Hát, ja. 160 megabit. 20 mega, igen, 160 megabit. Én jobb elektromos hálózatokat nem tudok keríteni. A neten néztem egyébként videót, a kicsinek ott volt, aki mért vele ilyen 60-80 megabitet is. Elképzelhető, hogyha az elektromos rendszer tip-top és nincsen semmi hozzátákolva, akkor ez valóban elérhető. Nekem nem sikerült ezt reprodukálni, tehát ennek fényében ez azért használható. Tehát én azt mondom, hogy egy 20 megabyte per szekundum, tehát 160 megabit, azért az nem egy rossz érték. Tehát ha nekem kéne ilyet venni itthon, akkor biztos, hogy ezt választanám. Ugye a három jó szám között a különbség, hogy a kicsi TP-Link az azért a sebességben jóval gyengébb, és nem tartalmaz Wi-Fi-t. Van egyébként ilyen belépő modellből olyan is, amiben van Wi-Fi. A Mikrotiknek ez a belépő modellje, ez szintén nem egy acélos sebességgel megy az elektromos hálózatban, legalábbis ezen, itt ahol van. Viszont ebben van 2-4-es Wi-Fi, ennek is 100 megás a portja. És, de ebből, tehát Mikrotikék is gyártanak nagyobbat, tehát létezik olyan, mint gigabites port van. És hát ez a legnagyobb, ugye ezen gigabites port van rögtön 3 darab, és van benne 2 normális Wi-Fi, ugye 2-4-es és 5 GHz-es Wi-Fi-t is találunk benne. És hát sebességben a 3 közül legalábbis messze ez volt a leggyorsabb, tehát ezt a 20 megabájt per szekundumot, ezt azért stabilan viszi. Úgyhogy ennyi, hogyha valakinek otthon van jó elektromos hálózat, ha próbálta valamelyiket, akkor írja le kommentbe a videóba, hogy mire jutott. Ez, ahogy mondtam, ez egy új építésű ház, viszont ide is földkábellel jön a vezeték, tehát ide sem az elektromos művek kötötte be közvetlenül, hanem egy jó pár méteren keresztül meg van tolva. Úgyhogy hát ezekkel ilyen mértéket lehet mérni. Hát most már inkább ez a 21-22 meg a, amire azt mondjuk, hogy stabilabb. Úgyhogy igazából ez azért talán még egy kicsit több is, mint 160 megabit. Ez Wi-Fi helyett szerintem jól használható általánosabb célokra is. Hát látjuk is, hogy a másolási idő a 2 óra valami helyett rögtön 40 percre csökkent egy 40 gigás, 40 valahány gigás másolni való esetén. Ennyi. Azt gondolom, hogy amit én ki tudtam próbálni, ezt kipróbáltam. Ha valakinek bármi tapasztalata van ezzel, írja nyugodtan a videó alá. Én nem igazán használtam ilyen eszközöket, úgyhogy én most találkoztam velük először. Sziasztok!